Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök továbbra is. Itt tartunk most, ugye a tegnapi előtti napon, azaz szerdán, volt a vásárlást kiváltó tényezők, hogy kiknek ajánljuk a termékünket, és hogy mi mivel, rendelkezünk, és mi az, amit csináljunk azért, hogy valaki megvásárolja a termékünket. Hogy építsünk fel egy ilyen rendszert lépésről, lépésre, kvázi, mint egy kampányt. És akkor a mai napon pedig a vásárlás és az ajánlás lesz a fő témánk, és emel ezen a vonalon fogunk tovább menni. Ugye az érdeklődőket megszereztük, ők azt mondták, hogy minket érdekel a tudcod, még nem tudjuk mi az, de érdekel. Nem tudjuk, hogy ki vagy, nem tudjuk, hogy érteszel hozzá, de az, amit mondtál, az nekem szimpi volt. Elkezdjük építeni a bizalmat, szakértői státuszt, és a végén mondunk neki egy ajánlatot, amire azt mondja, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Ugye az egész folyamatban volt egyszer az ideális ügyfél, akiknek kommunikálunk, akiknek mi szolgáltatunk, akikre a termékünket vagy a szolgáltatásunkat mi szaptuk, kitaláltuk arra, időzítettük, hoztuk létre, akár szappan, zene, étterem, bármiről legyen is szó. Tudjuk már, hogy mit mondjunk nekik, azért, hogy elkezdjenek érdeklődni irántunk. Azt is tudjuk, hogy hol kommunikáljunk, hogyha az ideális célközönségünk megvan, hány éves, hogy fogyasztja a tartalmakat, stb. stb., akkor tudjuk, hogy milyen csatornán és hogy hogyan juttassuk el neki. Meg volt az öt tényező is, három a, a saját oldalunkon, amire ráhatásunk van, amivel tudunk mit kezdeni, és kettő a másik oldalon az ügyfél oldalán, amiből igazán nem tudunk mit csinálni, csak annyit tudunk, hogy kiválasztjuk azt a jó ügyfelet, aki ezzel a kettővel rendelkezik a mi termékünk vonatkozásában. Tovább menjünk, akkor most vagyunk a harmadik előadásnál, ahol a vásárlást, kiváltó tényezők, az ajánlás, a továbbajánlás és az ajánlat elfogadása, az ajánlat kiadása, hogy az milyen elemeket tartalmaz, és hogy azt mi hogyan csináljuk. Az értékesítésben a döntésnek meg kell születnie magyarul, eddig csak olyan nagyon szépen fogyasztották a mi tartalmainkat, meg a videóinkat, meg nézegették a képeinket, meg letöltögették a cuccainkat, mi csak dolgoztunk, 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 hogy adjunk magunkból a közönségnek, és ez nekik tök hasznos volt. Talán még szórakoztató is. És most jön el az a pillanat, hogy ezt az egészet fölépítettük, és azt mondjuk neki, hogy figyelj ide, adtunk neked már egy csomó minden cuccot, ennek te tökörültél, látod, hogy megbízhatóak vagyunk, látod, hogy szakmailag hitelesek vagyunk, tehát jól csináljuk a dolgunkat, mindent megmutattunk, amit csak lehet, extrákat is adtunk még. Most viszont arra invitálunk téged, hogyha úgy érzed, hogy tényleg mi vagyunk a legjobb választás, akkor azt az ajánlatot adjuk neked, hogy akkor erről az ajánlatról te dönthetsz, hogy neked ez tetszik, vagy nem tetszik. Az értékesítésben mindig el szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy az ajánlatunkat mindenki megveszi. Tehát ha én ki ajánlom száz embernek, vagy ezer embernek a szolgáltatásomat, tudti, hogy nem lesz száz 100 vagy ezer, aki azt az adott szolgáltatást meg fogja vásárolni. Valamennyi igent fog mondani, valamennyi nemet. Ha ezer ember van a listánkon, és mindenkinek kiküldünk mondjuk egy egyórás konzultációról egy ajánlatot, és mindaz ezer ember elfogadná, akkor ezer órát kellene dolgoznunk. És akkor mondhatjuk azt, hogy hát de hát akkor nem is alszom. Úgyhogy ez nem biztos, hogy jó lenne, úgyhogy ne bánkodjunk, amire csak ki akarok jönni, hogy ne bánkodjunk, hogyha nem fogadja el mindenki. Olyan ajánlatot kell kiadnunk, hogy minél többen elfogadják, de meg tudjuk húzni olyan szempontból a határainkat, hogy a teljesítő képességünket azt ne csavarjuk ki teljesen, vagy ne, ne vállaljuk túl magunkat, ez tök fontos. De most ugye ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy megvolt a, a teljes folyamatunk, az érdeklődés szerzés, bizalomépítés, szakértői státusz kialakítása, beharangoztunk egy közelgő eseményt, és most van az, hogy mi egy ajánlatot fogunk adni, vagy meghívjuk valamire. Azt mondjuk, hogy van itt egy esemény, van itt egy rendezvény, van itt egy kávé, egy fodrászszolgáltatás, egy kiállításunk, egész egyszerűen csak valami különleges édességgel akarunk szolgálni, figyelj ide, gyere el, vagy ezt a terméket vásárod meg. A jó hír az az, hogy mi vagy látjátok itt a nyilazásból is, azok, akik az ajánlatra azt mondják, hogy igen, eljönnek, részt vesznek azon az eseményen, vagy azon a terméken, azt a terméket megvásárolják, amit mi ajánlottunk nekik, akkor azt tudjuk mondani, hogy figyelj ide, ha ez tényleg szerinted jó volt, akkor egyrészt vidd el a hír, hírét másoknak, és mondd el azoknak, akiknek szerinted ez jó lehet, hogy itt te mennyire érezted jól magad. Sőt, én még arra is biztatlak, hogy ha te nem akarsz ezzel foglalkozni, majd én megcsinálom, és majd én szólok azoknak, akiknek szerinted ez a szolgáltatás vagy termék jó lehet, és hogyha nekik, akiknek én szóltam, tetszik és bejönnek a boltba, akkor ők ugyanannyira jól fogják magukat érezni, mint ahogyan te érezted most. Ha ez megtörténik, akkor őket egyből a bizalomépítési státuszra tesszük, hiszen nem kell dolgoznunk azért, hogy ők érdeklődők legyenek, mert hogy egy ajánlásra hivatkozva keressük fel őket, vagy az a vendég, vagy az az ügyfél, aki nálunk a szolgáltatást igénybe vette, ő szól neki, hogy figyelj, keresd meg ezt az XY-t, itt van a névjegykártyája, itt az e-mail címe, iratkozz föl rá, keresd meg telefonon, írj neki egy e-mailt. Onnan indul el a bizalomépítési szakértői státusz és a közelgő esemény behalangozása. Hogyha nekünk nincsen sok eseményünk, tehát egy évben mondjuk egy, kettő vagy három eseményünk van, annál nagyobb listát kell építenünk, és annál hosszabb ideig tart a felvezető fázis. Ha nekünk minden hónapban, két hetente vagy akár hetente van valamilyen tematikus vagy különleges eseményünk, akkor sokkal többször tudjuk ugyanazt a bázist megkeresni, több lehetőségünk van ajánlatot adni. Ez akár lehet minden este is, de az mondjuk azért melós, meg lehet csinálni, hogy minden napra legyen valami különleges esemény, de hát, az, azért, az azért feszes. Na de a lényeg, hogy ha ez megtörtént, akkor ebből is látszik, hogy az érdeklődő szerzésben és magában a szolgáltatás elvégzésben van a legtöbb munka. Az, hogy egy érdeklődőt megszerezzünk, a, hallottam egy statisztikát 2018-ban, hogy az Amazon, mint a nagy online webáruház, kiszámolta, hogy az összes érdeklődő közül, amikor arra költik a pénzüket, hogy valamelyik ügyfelet megszerezzék, akkor kiszámolták, hogy nekik 1,7 vásárlástól kezd el megtérülni a szolgáltatásuk. Tehát magyarul, hogyha valaki egyszer vásárol ott, akkor ők még veszteségesek. De ezért ez nekik azért éri meg, tehát annyira jó szolgáltatást adnak a folyamatban, annyira egyszerűsítik a fizetést, a csekkolást, az ajánlás folyamatát, a regisztrációt is, hogy utána valószínűleg vissza fog jönni az ügyfél, és nekik akkor már nem kell újra pénzt költeni arra, hogy megszerezzék. És akkor menjünk tovább a mai két témánkra. Az egyik az ajánlat, a másik pedig a tovább ajánlás. És akkor kezdjük az ajánlattal. Hogyha kiadunk egy ajánlatot, akkor az ajánlatnak vannak. Kritikus elemei, amiknek benne kellene, hogy legyenek az ajánlatban, azért, hogy a hatékonyságuk az erős legyen. És akkor ezeken a pontokon fogunk végigmenni, hogy miket kellene beletenni egy ajánlatba ahhoz, hogy ütős legyen, és hogy nehezen lehessen visszautasítani. Magyarán annyira eltaláljuk a célközönségnek az igényét, és olyan ajánlatokat, fordulatokat és technikákat alkalmazunk, ami a sokkal nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy igen, én ezt szeretném. Amit mit ígérsz neki, vagyis mi a nagy ígéretünk, el kell neki mondani, hogy mi lesz az a cucc. Olyan frizurát vágok neked, amiből, vagy amivel kezdő tinédzser romantikusból királyi udvarlóvá fogsz avanzsálni. Ha ezzel a szappannal fürdesz minden este, akkor olyan bársonyosá teszi a bőrödet, mint a kisbabáknak. Tölts el velünk egy latin estet, és szakadj ki a hétköznapokból, és töltölj fel úgy, ahogy megérdemled. Jó, ez az ígéret, amiben elmondom, hogy mi az, amire számíthat, hogy mi, mi az az átalakulás, vagy vagy hova fog eljutni velem, vagy az én cuccommal, amit tőlem megvásárol. Szóval egyszer van neki egy ígérete. El is nevezhetem az ajánlatomat, arról kellene, hogy szóljon, amire el fog igazából jönni az újra szerelmes este, vagy a host felszínre a lelket szépségeit, a jövedelem duplázó ajánlat. Szóval ezzel a hárommal szólítom meg őket, és azt mondom neki, hogy ez az ajánlatnak a neve. Ezt fogja tartalmazni. És aki megnyitja ezt az ajánlatot, és így van elnevezve, sokkal szívesebben olvassa végig, hogyha annak a célközönségnek szól. És ugye azért tudom, hogy neki szól, mert tudom, hogy mi az én ideális vásárlónak a térképe, vagy mik a paraméterei, őket kerestem meg azon a csatornán, azon a felületen, őket értem el, ők töltötték le az anyagaimat, ők kezdtek el engem követni, és nekik adom ezt az ajánlatot. A termék vagy a szolgáltatás mi az, amit meg fog vásárolni? Ez borzasztó egyszerű, ezt nem kell tucizellálni, az a hajvágás, a koncertbelépő, tanácsadás, egy éttermi vacsora, egy szépségszolgáltatás, bármi. Utána jönnek a fontosabb részek, a csomagválasztékok azért adunk egy ajánlatban két lehetőséget, mert hogyha valakinek egy ajánlatot teszel, akkor a közül fog dönteni, hogy igen, vagy nem. Viszont ha kap egy ajánlatot, amiben két lehetőség van, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel dönt az egyik, vagy a másik ajánlat között. Tehát az ajánlaton belül egymással hasonlítja össze, hogy neki melyik éri meg jobban. Az, amelyik magas, prémium kategóriájú, több szolgáltatás van benne, jobban meg tudja valósítani azt, amit a nagy ígéret neki megígér, a normál szolgáltatás pedig, hát azzal is el tudja érni, csak nem annyira hatékonyan, nem annyira lesz tőle szép, nem annyira gyorsan, nem annyira kényelmes. Attól függ, hogy milyen szolgáltatásról van szó. És borzasztó fontos, hogy a mi piacunkban vannak olyanok, akik ugye egyrészt tehetősebbek, tehát megengedhetik maguknak a nagyobb költség kiadását is, akkor, amikor tőlünk vásárolnak, és vannak olyanok, akik ezen belül nagyon sokkal jobban akarják, tehát azt akarják, hogy szebb legyen a bőrük, hogy tökéletes legyen a frizurájuk, hogy ők nagyon sok pénzt keressenek, hogy stb. 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 Tehát ők nagyon akarják azt, amit belülünk megismertek, mert pont hozzájuk szóltunk. És hogyha két lehetőség közül az egyiket kihagyjuk, akkor mindenki csak az alaptermékünket fogja megvásárolni, Viszont ha mellé teszünk egy másikat, akkor lesznek olyanok, akik az alaptermékünket vásárolják meg, és lesznek olyanok, akik a prémium termékünket vásárolják meg. Ebben ugye a prémiumban nagyobb lesz az ár is. Tehát több pénzt fogunk keresni egy ajánlat kiadásával. A bónuszok szokták átbillenteni azokat, akik úgy, hát nem tudom, úgy bizonytalankodnak, lehet, hogy ez nekem jó lesz, vagy nem lesz jó, még gondolkozom rajta, vagy nem gondolkozom, szóval nem tudják eldönteni, hogy ez nekik jó lesz, nem lesz jó, melyik csomagot válasszák, jaj, jobbra-balra, AB, prémium alap. Például mondok nektek egy bónuszt, ha ma még lefoglalja a helyét, akkor az első italát miáljuk. Ez mondjuk egy étteremben teljesen jól működhet, vagy mondjuk egy kávézóban, nyilván ott, ahol van ital. Ha két terméket vásárol, akkor a harmadikat 50 százalék kedvezménnyel adjuk. Ha reggel nyolcig vásárol, akkor ajándék belépőt kap a. Mellettünk lévő, nem tudom hova, valahova. Jó, tehát ez mondjuk már egy kicsit kombináltabb, ez egy együttműködés valamilyen más helyjel, hogyha az a, az a hely is, ami tulajdonunk, vagy mondjuk a szomszéd vállalkozásé, akkor vele együtt tudunk működni. És a bónusz az, ami afelé tereli őket, hogy most tudjon dönteni. A furcsaság az, amit tapasztaltam, tapasztaltunk, hogy nem mindenki emlékszik a bónuszra. Hát Oda jönnek, igénybe veszik a szolgáltatást, a bónusz miatt döntenek, de aztán el is felejtik, hogy az van. Nagyon érdekes. Következő, adjunk árat és kedvezményt is, ezt sem fogom nagyon szétszedzellálni, viszont két nagyon fontos dolgot itt elmondanék. Az egyik az az, hogy nyilván a prémium termék az drágább, és érdemesebb több szolgáltatással kiegészíteni a prémium terméket, ami nekünk nem kerül sokba, viszont az értéke a célközönségünknek magasan van. Viszont, pontosan ezért, a prémium termékből nagyobb ár kedvezményt tudunk nekik adni, és amikor azt mondjuk, hogy 39.500 helyett 24.900, akkor látszik, hogy a két termék között, a két pontosan van a két csomag között, van 5000 forint különbség. Hogyha én nagyon szeretnék mondjuk még azt a, lesz majd erről példa, nagyon szeretném azokat az extra szolgáltatásokat, amik a prémium termékben benne vannak, akkor sokkal kevesebbet fogok rajta gondolkozni, hogy még 5000 forinttal megtoljam-e a kiadásaimat, és azt a két terméket még igénybe vegyem. Pedig nekem mondjuk 1500 forintos pluszköltséget okoz. Tehát igazából ebben a, ebben a példában 3500 forint extra hasznot csináltam úgy, hogy az ajánlatba csak beleírtam egy extra szolgáltatást, jó? Egy nagyobb csomagot. Érdemes úgy csinálni, hogy a két csomagot összehasonlíthatóvá tegyük egymás számára. Amiből nincs sok, az értékesebb, magyarán, tegyünk korlátot az ajánlatunkban. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk, ez is klasszikus, erre a programba 50 helyet tudok biztosítani, és nincs több. Vagy azért, mert nincs kapacitásunk, vagy azért, mert az étteremnek nincs helye, vagy azért, mert um, egyszerűen nem tudunk annyi emberrel foglalkozni, mert, mert nem tudunk vagy például, hogy ebből a termékből 2021-01-ig tud kedvezményesen vásárolni, mert mondjuk azt a terméket berendeljük azon a napon, amikor az összes vásárlás összegyűlt, ugye egybe tudunk rendelni mondjuk a gyártótól, akkor nagyobb kedvezményt kapunk, és akkor... Ki tudjuk szállítani két-három napra vagy egy hétre rá. Az a lényeg, hogy akkor szeretnénk mi, hogy mindenki vásároljon, mert akkor fognálunk összegyűlni egy nagy rendelés. Az étteremben 42 főre tudunk szolgáltatást biztosítani, és ez azért fontos, mert ha 42 fő van az étteremben, és nincs több hely, akkor nincs több hely. De ezt el kell nekik mondani, mert akkor nem tudják. Tehát, hogyha én benne akarok lenni, és nem akarok a 43. helyen lecsúszni, akkor hamar fogok az ajánlatra igen mondani és vásárolni, vagy azt az akciót megtenni, amit ti kértek tőlem. Mit kell tenni, hogyha ő akarja azt, amit én ajánlok neki? Tehát általában valamilyen foglalást, valamilyen előleget kérünk, valamilyen regisztrációt, fizesse ki az egészet, vásárolja meg online, stb. 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 Tehát el kell nekik mondani, hogy hogyan fizessen, hogyha tovább szeretne lépni velünk. Kérhetünk mondjuk mi foglalást is, például egy étterembe egy asztal foglalást és a fizetésnél ott nem kell elmondani, mert majd ott fog fizetni, amikor a fest igénybe vette. A végén nyilván a vacsoránál. Hogyha mondjuk már egy ilyen koncert, vagy egy kombinált vacsorával összekötött jegyről van szó, akkor ott el kell neki mondani, hogy hogyan szeretnénk elszámolni. Mennyit kérünk előre, kérünk előre, ráír a végén, mi van akkor, ha nem, stb. stb. A jegyedet az alábbi linken tudod bankkártyával megvásárolni, a helyszínen tudod rendezni a belépődet, a teljes díj 30%-át itt tudod kifizetni, amivel biztosítod a programban a részvételetet. És van még egy, a garancia az azért fontos, mert baromira szeretjük a biztonságot. Általában a 100%-os pénz garancia az nagyon-nagyon népszerű. Egy pár éve láttam valakit, aki azt hiszem 200%-os garanciát ígért. Nem tudom, hogy hogy szuperált a, a rendezvények, ha nem mentem el, de hogy van 200%-os garancia is, de a 100% általában um, működni szokott, és az nagyon jellemző. Ha a koncert nem nyer el a tetszésedet, akkor az ételt mi álltuk. Ha eljössz, és úgy érzed, hogy nem tudtam segíteni, akkor nem kell fizetned. Ez nálam is működik. Úgyhogy ez volt a, a garancia, és így áll össze tulajdonképpen egy olyan ajánlat, ami sokkal különlegesebb és meg fogja különböztetni a piac az összes több szereplő ajánlatától a mi ajánlatunkat, és sokkal szívesebben fognak rá igent mondani. Mondok nektek egy példát. Bevétel duplázó értékesítési képzés. Ezzel a tréninggel 90 nap alatt meg tudod duplázni a bevételeidet. Az értékesítési képzésen megtanítom neked azokat a mesterfogásokat, amivel garantáltan sikerülni fog. Az első tíz jelentkezőnek ajándékba adok egy személyes one-on-one -on -one konzultációt, amelynek értéke 60 ezer forint. A normál ár mindössze 19.900 forint. A prémium tartalmazza a tréningárát, a próbavásárlást és egy ajándékkönyvcsomagot is, 89.000 forint helyett 49.900 forintért. A limitálás, az ajánlat 20210501 ig 24 óráig érvényes. A megrendelésed a teljes vételár teljesítésével kerül elfogadottá. Ez így jobb. Garancia, amennyiben az első szünet végéig úgy érzed, hogy nem voltál elégedett a szolgáltatása visszaadjuk a pénzed. És itt uh, szeretnék még egy uh, kiegészítést mondani, amit korábban nem mondtam a bónusznál, illetve a csomagba pakolt extra szolgáltatások vagy extra termékekről. Érdemes odaírni, ahogy itt látjátok az ajánlatban, hogy mennyibe kerül. Mert ha csak azt írom oda, hogy próbavásárlás meg ajándékkönyvcsomag, akkor nem fogja tudni az illető, hogy az, annak milyen értéke van. És amikor összeadjuk a csomagnak az értéket a végén, akkor nem fogja tudni összehasonlítani, hogy ez most mihez képest éri meg neki jobban, hogy oké, benne van egy próbavásárlás, itt az nekem miért jó, az mennyit ér. Ha látja az értékét, akkor az ő számára sokkal magasabb szinten van, mint hogyha, mint hogyha nem lenne ott. Az kicsit olyan, mint hogyha ingyen lenne. És a bónusznál ugyanígy van, hogy érdemes ott is odaírni azt, hogy mennyibe kerül az az adott bónusz, tehát hogy mennyire vagyok én motivált arra, hogy na akkor most megnyomjam a gombot, és akkor most éljek azzal az ajánlattal, amit te nekem felajánlottál. Ez az ajánlat kiadása, amire az ügyfelek mondanak valamit, és ez teljesen mindegy, hogy online vagy offline teszed meg, hogyha ezek az elemek benne vannak az ajánlatodban, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy valamelyiket a kettő közül választani fogják, vagy az alap, vagy a prémium terméket. Ugye akkor azt mondjuk, hogy megvan már az ajánlatunk, tudjuk azt, hogy azt fogjuk mondani a mi célpiacunknak, hogy ez lesz. Ez az ajánlat, amire téged meginvitálunk. Bejön hozzánk, elvégezzük a szolgáltatást, hiszen el tudjuk végezni. Ha nem tudjuk elvégezni, akkor ne csináljuk. El tudjuk végezni a szolgáltatást, majd azt mondjuk neki a végén, hogy figyelj ide, neked ez tetszett, vagy nem tetszett. Amikor értékesítésről van szó, hogy értékesítési tréningeket szoktam tartani, és fizikai kontaktus jön létre a szolgáltatást végző, vagy eladó, vagy értékesítő és az ügyfél között, akkor a valahol a végén, mindig vagy a végén van a fizetség, általában ott szokott lenni, de a szolgáltatás végén mindig meg lehet kérdezni, hogy mennyire volt ő elégedett. Nagyon, nem annyira, egyáltalán nem. Hogyha elégedett volt, akkor örülünk. Jaj, de szuper, hát tök oké. Okay. Ha nem volt elégedett, ú, ú, miért nem? És akkor megpróbáljuk valahogy őt kompenzálni egy kedvezménnyel, ajándékkal, valamivel. De hogyha nem volt elégedett, akkor nem kérjük meg, hogy ajánljon minket tovább, viszont ha elégedett volt, akkor megkérjük, hogy ajánljon minket tovább valakinek. A tovább ajánlásnál a fontos az az, hogy minden ügyfél kap valamit kapcsolatot kapod te, és ebből származóan később az üzletet, az ügyfél az vagy jó érzést kap, vagy valamilyen státuszt, hogy ő lesz a hónap tovább ajánlója, vagy valamilyen az üzlet támogatója, és az ügyfél, ő pedig valamilyen kedvességet, meglepetést, ajándékot, termékmintát, valamit kap, és ezt megéri az ügyfélnek dolgozni azon, hogy ezt neki odaadja. Szóval az ajánlásnál ez borzasztó fontos, hogy mindenki kap valamit. Az is fontos, hogy az, aki ajánl, az motiváló legyen. Tehát az ügyfélnek, akinek mi az ajánlás, akitől mi az ajánlást szeretnénk kérni, annak legyen motiváló. Érezze azt, hogy hú, de jó lenne, ha ezt én most meg tudnám csinálni. Mert hogy valami jó dolgot tudna tenni általa valakivel. Valakinek ad valami extrát, valami ajándékot, meglepetést, őt jó érzéssel tölti el, vagy ő visszakap valamit. És olyat érdemes adni neki, ami hasznos. Tehát, hogyha mondjuk egy stílus tanácsadást kért tőlünk, és mondjuk én egy háború és béke könyvet adok oda neki, az nem biztos, hogy pont a szolgáltatásomba vág. De mondjuk nálam például, hogyha értékesítési tréninget tartok, akkor értékesítési könyvet adni például tök jó. Ha egy borkóstolón vesz részt valaki, akkor mondjuk egy kisebb üveg bort adni például az tök jó, ami, egy, ami ugyanúgy náluk megvásárolható, csak nagyban. Nézzünk erre példákat. Az ajánlás. Ha ajánlasz bárkit, és az vásárol tőlem, akkor te 10% visszatérítést kapsz a vásárlásaidból. Ez nehezen kivitelezhető. Azt csinálhatod, hogy adsz neki mondjuk kártyákat, amin mondjuk egy tíz kedvezmény van rajta, és vigyél magával is, akinek akarja adja oda, és hogyha valaki azzal a kártyával oda, és rá van írva az ő neve, akkor. Azt rögzítjük. Ezt adminisztratíve lekezelni azért macerás, hogyha nincs rá rendszered. Ha szeretne ajándékot küldeni egy barátjának, adja meg az elérhetőségét, és mi kiküldjük neki. Ez jellemzően, hogyha mondjuk valamilyen terméket vásárolt valaki, és abból a, a nagy termékből van egy kisebb kiszerelésű termék is, akkor azt mondjuk neki, hogy tudjuk ezt a terméket elküldeni az ön barátjának, hogyha van ilyen barátja. Hát van a, a nem tudom, hát esetleg anyának jó lenne. Hogyha megadja anyának a telefonszámát, meg a nevét, akkor mi itt becsomagoljuk és elküldjük neki. És akkor azt mondja, hogy jó, anyának a nem tudom, az ez, meg ez, meg ez. És akkor tök örülni fog ő, mert hogy tudja, hogy segített anyának, hogyha mondjuk egy gyerekről van szó. És akkor mi fölvesszük vele a kapcsolatot, akkor már tudunk címet egyeztetni, megmondjuk, hogy ki, kitől kaptuk meg az elérhetőséget hogy az ő elérhetősége nálunk már megvan, tehát bármikor meg tudjuk szólítani, és ez a pici ajándék, amit neki elküldünk postaköltséggel együtt, az a díj, amibe kerül az, hogy őt megszerezzük magunknak, tehát a kapcsolatot létre tudjuk hozni. És ez azért tök fontos, mert más, hogy ezt a kapcsolatot nem tudtuk volna megszerezni, csak az ügyfélen keresztül, aki hozzánk bejött. Ez nem mindig teljesen igaz, de az esetek nagy részében igen. Plusz, hogyha ajándékot kap az az ügyfél, akit ajánlottak, akkor egyből egy jó érzése van velünk kapcsolatban. Tehát nem csak az van, hogy ő követ minket, és akkor kapott egy, egy letölthető bizgentyűt, vagy látott rólunk egy videót, hanem ott van a lakásában egy konkrét termék, amit valakinek az ajánlására küldtünk el neki. És az tök jó érzés. Ha úgy tervezik, hogy visszajönnek ebben a hónapban, akkor adok önnek egy miájuk a következő kávéját kupont, amihez két e-mail címet kell megadnia. Ha mindkét e-mail cím visszaigazolta a hitelességét, akkor kiküldjük a kupont önnek is, meg a másik félnek is. Tök egyszerű. Adj két e-mail címet, az egyik az legyen valaki más, mint te, és akkor neked is, meg neki is kiküldünk egy miájuk a következő kávéját kupont. Ha ebben a hónapban vissza jönni még bármikor, akkor egy ingyen kávéra a vendégünk vagy. Ez nyilván a vendéglátásban borzasztó egyszerű. Ha feltöltenek egy véleményt a TripAdvisor-ra, akkor ajándék süteménnyel kedveskedünk, ez szintén vendéglátóipar is. Mutassa meg barátainak, hogy hol van most, küldje ezt a fényképet, QR-kódos fényképet, ez arról szól, hogy tegyél egy posztot valamelyik közösségi médiában, és mutasd meg, hogy te éppen hol vagy, és milyen eseményen veszel részt. Ez az esemény, ez lehet akár egy koncertesemény, esetleg egy előadás, vagy mondjuk egy bemutató, egy galériában, stb. És ennek a, a zenei változata az, amikor azt mondjuk, hogy ehhez mondjuk azért IT háttér kell, tehát ez egy picit azért már nehezebb, hogy küldje el barátjának a koncerten lévő kedvenc számok közül az egyiket. Ugye most a YouTube-on nagyon-nagyon sok minden fönt van, és amúgy is, hogyha nincs fönt, akkor meg lehet azt csinálni, hogy rejtett vagy privát linkként, elküldöm valakinek azt a zenei számot, amit én a listából kiválasztok, és akkor a Terikét meglepem ezzel, viszont a Terinek tök jó, meg nekünk is, mert a Teri meghallgat egy olyan számot, ami neki tetszhet, és tudomás szerez arról a zenekarról, akik mi vagyunk, tehát mi az, a vendég által tudjuk népszerűsíteni magunkat. Elérkeztünk a záráshoz én nagyon-nagyon szépen köszönöm a Boomnak és a BKIK-nak, hogy ezt a fantasztikusan összedolgozott programot összehozta, és hogy engem felkértek.